akkor lehet bevezetni a spekulációs adót, hogyha nemzetközi szinten is bevezetnek. Az ingatlan alapnak a törekvése az egy jó törekvésnek tűnik, hogy legyen egy bérlakás szektort elősegítő valamilyen alap. Ami múltkori vitában elhangzott technikai oldalról miként valósítható, meg ott nékem volt néhány kérdőjelem, lehet, hogy azóta további kidolgozása is van már ennek az alapnak. De hozzátenném, hogy maga a mai ülés nem erről szól, itt egy konkrét javaslatról, tehát eltekintve a lakás politikai vitáról, hiszen a kormány otthonvédelmi akció tervéről, még pontosabban annak 5 pontjából 3 pontról volt szó. Ugye ez az 5 pont az árfolyamkorlát bevezetése, a kamattámogatási program, a nemzeti eszközkezelő, a kilakoltatási moratórium feloldása és a deviza alapú hitelezés újbóli engedélyezése. Nem volt az asztalon, nagyon sok kérdés vonatkozott erre, nincs most az asztalon az eszközkezelő, ezen a kormány jelenleg is dolgozik, és hamarosan megszületik annak végleges formája is. A határidők azt szerintem teljesen logikusan érthetők, hogyha van itt a kilakoltatási moratórium feloldása, akkor viszonylag könnyedén kiszámítható, hogy a nemzeti eszközkezelőnek működésképesnek kell lenni már egyébként a negyedik negyed évben. Innentől kezdve szerintem mindenki visszafele ki tudja számolni, milyen gyorsasággal kell ezt előkészíteni. Éppen ezért a kormány nagy erőkkel dolgozik a Nemzeti Eszközkezelő Társaság pontos formájának működésének a kidolgozásán. Sok kérdés kapcsolódott ehhez azt tudom mondani, hogy tartani kell azt az időrendet, ami a negyedik negyedében való működéshez már szükséges, ebből következően ezen dolgozunk ennek részleteiben. Mint ahogy nem volt az asztalon a mostani javaslatok között a kamattámogatási program sem, amely szintén egyfajta megoldás egy érintett csoportnak. Ugyanakkor úgy gondolom, hogy két problémát kezel ez az előterjesztés. Az egyik, ami nagyon sokak számára nagyon fontos lehet, kiszámíthatóvá, tervezhetővé és megfizethetővé teszi a törlesztő részletet. Igen, azok számára, akik ezt választják, ez egy választható. Én úgy gondolom, mindenkinek saját magának kell mérlegelni mindazokat, amik itt elhangzottak, hogy mit jelent ez majd 4 év múlva, mit jelent ez addig a 4 évig egyébként. Ez mindenkinek egyéni döntése. Talán a vita is engedett ehhez kis segítséget, bár helyenként túl sok volt a politikai zaj ahhoz, hogy aki figyelt minket, az valóban döntést is tudjon ehhez hozni. Minden esetre a törvényjavaslat előnye, hogy megadja ezt a lehetőséget. És úgy gondolom, ez a legfontosabb, megadja azt a lehetőséget, hogy aki élni akar ezzel, azok számára kiszámítható, tervezhető és megfizethető lesz a törlesztő részlet. A másik fontos erény, amit kiemelnék ennek a törvény javaslatnak, hogy szabályozott és korlátozott lesz a moratórium feloldása, ami mind szociális szempontból egy nagyon lényeges. Itt különfajta számok hangzottak el, azért tessék utána gondolni, a 90 napon túli tartozásban lévő száma a ingatlanokat nézve, ez körülbelül 100 000, talán picivel, ha több. És azokról beszélünk, hogy az éves kvóták az 2-3-4-5%-ra emelkednek. 100 000-nek szerintem könnyű kiszámolni a 2%-át vagy 3%-át, tehát itt azért egy nagyon korlátozott kört érint majd a kényszer kilakoltatás, utána pedig az árverezés, és utána pedig az, hogy ez bérleti viszonnyá váljon. Tehát magyarán itt arról szól a történet, hogy ez egy szabályozott, korlátozott moratórium feloldás, ami mind a lakáspiac működése szempontjából, mind pedig szociális szempontból is egy elviselhető és kezelhető, különösen akkor, hogyha minden részletét megismerjük majd a Nemzeti Eszközkezelő Társaságnak. Én úgy gondolom, hogy az elhangzott vitában, most eltekintve a különfajta politikai nézeteknek az ütközését, a különfajta modelleknek, amelyek egészben kezelnék a rendszert,
magához, a törvény javaslathoz olyan kiegészítés nem érkezett, amely ennek bármilyen változását igényelni, ezért továbbra is arra kérem a tisztelt házat, hogy ennek elfogadását támogatni szíveskedjenek. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen, államtitkár úr. Az összevont általános és részletes vitát lezárom. Tisztelt Országgyűlés! Soron következik az egyes gazdasági tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája a lezárásig. A törvényjavaslatot téper 3414-es számon, a bizottsági ajánlást pedig téper 3414/2-es számon ismerhették meg képviselőtársaim. Most az előterjesztői expozé következik, megadom a szót Cséfalvai Zoltán úrnak, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkárának, a napirendi pont előadójának, aki felszólalását az emelvényről teszi meg, felszólalási időkerete pedig 20 perc. Parancsoljon, államtitkár úr! Köszönöm, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselők! A kormány által a ház elé terjesztett az egyes gazdasági tárgyú törvények módosításáról szóló téper 3414 számú törvényjavaslat 7 törvény módosítását irányozza elő. E változtatásokban közös elem, fontos érdek fűződik ahhoz, hogy az országgyűlés még ebben az ülésszakban elfogadja a törvényjavaslatot. A javasolt változtatások 3 cél köré csoportosíthatók. Egyes módosítási tervek a költségvetési bevételi kockázatokat jelentősen lassítják, ezeket a kockázatokat kezelik, és lehetőség szerint azok megállítását szolgálják. Más javaslatok az adminisztráció egyszerűsítését szolgálják, ismét mások pedig az egyértelmű jogalkalmazás megteremtését tűzik ki célul. Tisztelt Országgyűlés! Az utóbbi időszakban az üzemanyagpiacon, illetve a dohánytermékek piacán a fogyasztási szerkezet olyan átalakulása figyelhető meg, amelynek eszkalálódása jelentős bevételi kockázatokat hordoz. Ezért a jövedéki adótörvényt érintő módosítások legfőbb motivációja az, hogy a megfigyelt piaci folyamatoknak a jövedéki adóbevételek teljesülésére veszélyt jelentő hatását minimalizálják. Az E85-ös üzemanyag felhasználása az utóbbi időszakban rendkívül dinamikusan megemelkedett. Mindez önmagába véve akár örvendetes tény is lehetne. Ez a növekmény azonban a benzinfelhasználás és így a költségvetési bevételek kárára következett be. Az E85-ös üzemanyag bioetanol része, ez az üzemanyag 85%-a, ugyanis adómentes, ebből az üzemanyag fajtából tehát egységnyi fogyasztás kevesebb adóbevételt eredményez. A törvényjavaslat ezért a bioetanol részre a benzin adómértékének 10%-ával megegyező adómérték, vagyis 12 forint per liter bevezetését javasolja, így csökken az E85-ösre nyújtott jövedéki adókedvezmény mértéke. A kormány várakozása szerint a többletbevétel azonban nem csak az E85-ös üzemanyag adótartalmának növekedéséből adódik, hanem abból is, hogy erőteljesen lelassul az a kedvezőtlen trend, amely szerint az üzemanyag felhasználás az alacsonyabb adótartalmú E85-ös üzemanyag irányába tolódott el. Az üzemanyag termékek mellett a dohánytermékek piacán is olyan átrendezések mentek végbe 2010-ben, és folytatódtak 2011 folyamán mindeddig, amelyek végső soron bevételi kockázatot hordoznak. Konkrétan, az alacsonyabb jövedéki adójú vágott dohány fogyasztása erőteljesen emelkedett, miközben az összes dohánytermék forgalmazása csökkent. Az elétörjesztés ennek a bevételi és egészségügyi szempontból egyaránt káros tendenciának a lassítása érdekében a cigaretta és a fogyasztási dohány minimum adójának fokozatos, 3 lépcsőbe történő emelésére tesz javaslatot. Teszi ezt úgy, hogy a fogyasztási dohány minimum adója az időszakban a cigaretta minimum adójához képest erőteljesen emelkedik. Ezáltal pedig csökken a fogyasztási dohány adó előnye a cigarettához képest. A jövedéki adózást érinti továbbá, ám egyúttal a kormány adminisztrációs tehercsökkentési programjában is összhangban áll, számottevő adminisztrációs tehercsökkentés jelent tehát
a vendéglátó ipari vállalkozások számára, hogy megszűnik az alkohol termékek havi standolásának kötelezettsége. Tisztelt Ház! A regisztrációs adó módosítása a piaci folyamatok követését szolgálja. Ezért módosul a használt gépjárművekre kivetett regisztrációs adó számításához szükséges 2007 óta változatlan úgynevezett avultatási skála. A regisztrációs adóban az avultatás időtartalma a jelenlegi 20 évről 15 évre rövidülne. Az új avultatási skála az első évi 20%-os avultatási mértéket megtartva a negyedik év végére megközelíteni az 50%-os avultatást. Az avultatás a gépjármű 15 éves korára érni el a 90%-ot. Így az avultatási skála a jelenlegihez képest a második évtől a hatodik év végéig átlagosan mintegy 5-6%-ponttal magasabb értékcsökkenést, a hetedik évtől a 15 év végéig átlagosan 10%-ponttal magasabb értékcsökkenést tükrözne. Tisztelt Ház! Az illetékekről szóló törvényben javasolt módosítás eredményeképpen csökken az adóhatóság adminisztrációs költsége, azáltal, hogy egyes illetékmentes ügyekben megszűnik az adóhivatal határozathozatali kötelezettsége. A felszabaduló kapacitásoknak az illeték kiszabásra, illetve végrehajtásra való allokálása növelheti a költségvetés bevételeit. Mindemellett megszűnik az önálló orvosi tevékenység működtetési jogának folytatásához kapcsolódó öröklési illeték kötelezettség is. Tisztelt Országgyűlés, a számviteli törvény legjelentősebb változása, hogy a kötelező könyvvizsgálati értékhatár 100 millió forintról 2012 és 13 évekre 200 millió forintra, 2014-ben pedig 300 millió forintra emelkedik. Ezáltal több tízezer kis- és középvállalkozás adminisztrációs költsége csökken. Ez a változás egyike azoknak a lépéseknek, amelyek keretében a kormány 100 milliárd forinttal csökkenti a vállalkozásokra rakódó adminisztrációs terheket. Ma a vállalkozások adminisztrációs költségei nemzetgazdasági szinten meghaladják a bruttó hazai termék 1/10-ét, miközben ez az európai versenytársaknál 3% körül mozog, ami tehát egyértelmű versenyhátrányt jelent számukra. A vállalkozások adminisztrációs terheinek csökkentését szolgáló program, ami a jelenleg futó 100 milliárdos tehercsökkenés mellett még ebben az évben kidolgozandó további 400 milliárdos tehercsökkentést is magába foglalja, egyrészt erősíti a vállalkozások versenyképességét, másrészt pedig növeli a vállalkozások szabadon felhasználható forrásait, amit többek között fejlesztésre vagy munkahelyteremtésre is fordíthatnak. A számviteli törvény módosításának másik területe a könyvviteli szolgáltatás végzők éves kötelező továbbképzésének fejlesztését célozza. A javaslat rugalmasabb, a kötelezettek egyedi szakmai igényeihez igazodó, valamint a mai kor követelményének jobban megfelelő továbbképzési rendszer kíván kialakítani. A továbbképzés oktatási tematikáját a továbbiakban nem a számviteli szabályozásért felelős miniszter határozza majd meg. A továbbképzés folytató szervezetek kreditpont minősítési eljárás keretében kérhetik a képzéseik minősítését a minisztertől az oktatni tervezett tematika megküldésével. A könyvviteli szolgáltatók pedig az így minősített programok közül választhatják ki a szakmai igényeikhez igazodókat, a kötelezettségük teljesítése érdekében. Mindezeknek megfelelően a törvényjavaslat a jelenleg hatályos rendelkezéseket bővíti és pontosítja, illetve a továbbképzéssel és igazgatási szolgáltatási díjjal összefüggő részletszabályok kormányrendeletben és miniszteri rendeletben való kidolgozására vonatkozó felhatalmazó rendelkezésekkel egészíti ki. A könyvvizsgálati törvény módosítása az egyéni vállalkozóként működő könyvvizsgálók pénzügyi terheit, valamint közérhetőbb szabályozását célozza. A törvény módosításával a könyvvizsgáló cégként történő regisztrációért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj alól felmentést kapnak, a módosítás hatályba lépését követően regisztrációjukat kérő egyéni vállalkozók és könyvvizsgálók. Ennek az az oka, hogy jelenleg a jogszabály kötelezettségben alapuló könyvvizsgálatot egyéni vállalkozóként ellátni kívánó könyvvizsgálókat
2008. január 1-től természetes személyként, valamint könyvvizsgáló cégként is regisztráltatniuk kell magukat. A regisztráció kétféle eljárási díj megfizetésével jár, amely indokolatlan többletköltségeket ró a könyvvizsgálókra. Másrészt a módosítás azokhoz az egyéni vállalkozóként tevékenykedő könyvvizsgálókhoz kapcsolódik, akik a könyvvizsgálói törvény hatályba lépését 2008. január 1-ét megelőzően jogosultak voltak egyéni vállalkozóként jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálatot végezni az akkor hatályos jogszabályok alapján. A könyvvizsgálói törvény átmeneti rendelkezései azonban egyes jogalkalmazók szerint nem rendezték egyértelműen az említett könyvvizsgálók helyzetét. Ezért sokszor egymásnak ellentmondó jogértelmezések születtek arról, hogy az egyéni vállalkozókat az új törvény alapján a Magyar Könyvvizsgálói Kamara hivatalból átvezetheti-e a könyvvizsgáló cégek nyilvántartásában, vagy ezt az egyéni vállalkozóknak díj ellenében külön kell kérelmezniük. A kérdés törvényi rendezését indokolja, hogy az összes könyvvizsgáló közel egyharmada egyéni vállalkozó, és az ő jogi státuszuk az említett bizonytalanság miatt jelenleg nem rendezett megnyugtató módon. A módosítással egyértelművé válik, hogy aki könyvvizsgálói törvény hatályba lépését megelőzően jogosult volt egyéni vállalkozóként jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálatot végezni, az a könyvvizsgálói törvény hatályba lépését követően továbbra is ugyanúgy jogosult marad minden további kérelemre indult jogi aktus nélkül. Tisztelt képviselő! Ezen túlmenően a törvényjavaslatban a hitelintézeti törvény, a befektetési vállalkozásokról szóló törvény korrekciója az egyértelmű jogalkotás szolgálja. A módosítások egyértelművé teszik a hitelintézeteknél a javadalmazási politikával kapcsolatos törvényi rendelkezéseket. Lehetővé válik, hogy mind a hitelintézetek, mind a befektetési vállalkozások esetében a javadalmazási bizottságban a felügyelő bizottság független tagja is részt vehessenek, ha az igazgatóságban nincs három olyan tag, akik nem látják el szervezeti egység vezetését. Tisztelt Országgyűlés, tisztelt képviselők, megköszönve tisztelt figyelmüket, kérem a tisztelt házat a törvényjavaslat támogatására. Köszönöm szépen, államtitkár úr. Most a bizottsági álláspontok és a kisebbségi vélemények ismertetésére kerül sor a napirendi ajánlás szerinti 5-5 perces időkeretben. Elsőnek megadom a szót Herman István Ervinnek, a számbevőszéki és költségvetési bizottság előadójának. Parancsoljon, képviselő. Elnök úr, tisztelt képviselőtársaim, a számbevőszéki és költségvetési bizottság a 3414-es szám alatt nyilvántartott egyes gazdasági tárgyú törvények módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta. Mint ahogy az expozéban elhangzott, a javaslat 6 gazdasági tárgyú témakörben tesz javaslatot 7 törvény módosítására. Ezek a regisztrációs adó, a jövedéki adó, az illetékről, a számvitelről szóló, a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról és a hitelintézetekről, pénzügyi vállalkozásokról szól. A törvénymódosítás elsősorban adminisztrációs és bürokratikus terhek csökkentését célozza, egy kivételével, ez pedig az illetékadóról szóló módosítás, amely a megváltozott közgazdasági környezetre való hivatkozással a központi költségvetési források biztosítását célozza és szolgálja. A vita során kérdés merült föl a bizottság elnöke részéről, hogy a törvény módosításával kapcsolatosan a Magyar Könyvvizsgálói Kamara érdeksérelmet szenved-e abban az esetben, hogyha ezt a törvénymódosítást elfogadjuk. A kormány részéről résztvevő államtitkár Szatmári Kristóf válaszában egyértelműen rámutatott, hogy nem, tekintettel arra, hogy itt a kettős regisztráció megszüntetését célozza ez a törvénymódosítás. A választ elnök úr elfogadta, és ezek után egyhangulag, ellenszavazat nélkül, tartózkodás nélkül a bizottság elfogadta a módosító, illetőleg elfogadta a törvénytervezetet. Ezt kérjük a bizottság nevében a tisztelt háztól is. Köszönöm szépen, elnök úr!
Köszönöm szépen, képviselő úr. A kisebbségi véleményt Tukács István képviselő úr ismerteti az MSZP képviselőcsoportból. Megadom a szót, képviselő úr. Parancsoljon, képviselő. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselő társaim. A kisebbségi vélemény viszonylag rövid lesz. Részben azért, mert a bizottságban is konstatáltuk, hogy a törvény nagyon sok dologgal foglalkozik. Sokféle és sok irányú és sokféle indokú javaslatot tett le elénk. Rögtön azonban két javaslat az elején problémát okozott a kisebbségben lévő képviselőknek. Az egyik az E85-ös üzemanyag kedvezményének csökkentése és a dohánytermékek forgalmazásának a újabb, illetve más típusú jövedéki adóval való terhelése is. Az első azért, mert felmérhető az E85-ösnek nyújtott eredeti cél az adókedvezményben, mégpedig az, hogy tegye kívánatosabbá ezt az egyébként mindenki számára környezetkímélőbb, jobb üzemanyagot. A kormány indoklása ebben a tekintetben nem oszlatta el az aggályainkat, hiszen nagy valószínűséggel a javaslat fordít azon a tendencián, mely szerint ennek az üzemanyagnak a használata az kívánatosabb. Ugyanilyen típusú indokunk van a dohánytermékek, egyes dohánytermékek forgalmazásának újabb adóval való terhelésére is, és nem vette végig a kisebbségben lévő képviselőkköre részletesen egyébként az indítványban szereplő összes lehetőséget. Miután hozzászólóként is jelen leszek a vitában, ezért szigorúan csak a kisebbségi vélemény kialakításának körülményeit mondtam el, elnök úr, és ebben foglaltam össze. Nyilván a vitában részletesebben fogok szólni majd róla. Nyilván egyéni véleményt és frakció véleményt képviselve. Köszönöm a lehetőséget. Köszönöm szépen, képviselő úr. A gazdasági bizottság előadója Kupcsok Lajos képviselő úr, megadom a szót. Parancsoljon. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársak! A Gazdasági és Informatikai Bizottság megtárgyalta az egyes gazdasági tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot. A törvényjavaslat, mint elhangzott, összességében 7 törvény módosítását irányozza elő. Az előterjesztés eltérő célok mentén fogalmazza meg a módosításokat. Közös bennük, hogy mindegyik esetben érdek fűződik ahhoz, hogy az országgyűlés még ebben az ülésszakban elfogadja őket. Milyen célrendszer köré szerveződik a törvénymódosítás? A legfontosabb cél az, hogy a hiánycél tartható legyen. E körbe tartozik a jövedéki adótörvény módosítása. A második cél, hogy az adminisztrációs terhek lehetőség szerint csökkenjenek. A harmadik cél pedig az, hogy például a hitelintézeti, illetve a befektetési vállalkozási törvény módosításával egyértelműbb jogalkalmazás, jogértelmezés jöjjön létre. Kiemelten szeretném megemlíteni még a számviteli törvény változását, amelyben a kötelező könyvvizsgálati értékhatár 2012-től 200 millió forintra emelkedik, 2014-től pedig 300 millió forintra. Ez összességében több tízezer kis- és középvállalkozás számára jelent egyszerűsítést. Fontos változtatás a jövedéki adó törvényben az, hogy a javaslat indítványozza az E85-ös üzemanyag bioetanol tartalma adómentességének korlátozását akként, hogy a bioetanol részre egy 12 forint per liter összegű adót irányoz elő. A dohánytermékek kapcsán szintén az adó mértékek emelését javasolja a javaslat. E körben a cigaretta jövedéki adója előre meghirdetett módon három lépcsőben 2,4%-kal emelkedik, emellett a vágott dohány vagy fogyasztási dohány minimum adója is emelkedik. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársak! A bizottság a törvényjavaslatot 22 igen szavazattal, 4 nem ellenében általános vitára alkalmasnak tartja. Köszönöm a figyelmet! Köszönöm szépen, képviselő úr! A gazdasági bizottság kisebbségi véleményét Józsa István képviselő úr ismerteti. Megadom a szót, képviselő úr, parancsoljon. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt képviselő társaim. Ez egy nagyon nagy csomag, ez az egyes gazdaságú tárgyú törvények, és biztos, hogy régóta készülnek rá, de szemléletében egy meglehetősen vitatható. Egyik oldalról pénzbehajtás, mert amit korábban több mint egy évtizeden keresztül támogatásban részesült a E85-ös üzemanyag, aminek révén, a támogatás révén kialakult egyáltalán, vagy elindult a
hazai bioetanol gyártás, azt most megadóztatják. Nem sokkal, literenként 12 forinttal, de emlékszem, még 15 évvel ezelőtt a jövedéki adó nulla értékénél is alig-alig tudtak elindulni ezek a beruházások. Tehát ez egy nagyon induló félben lévő iparág, ami most kap egy pupot. Aztán a másik, ami úgy látszik minden kormánynak a kedvenc témája, hogy a cigarettáról még néhány bört lehúzzon. A normál cigaretta az közel 10%, de ami megint szemléletében egy hihetetlen, hogy a fogyasztási dohány, a vágó dohány, ami a legszegényebb embereknek a felhasználásában gyakori, az 26%-kal növekszik. Tehát mintha csak megtestesülne az a Lázár Jánosi elhíresült mondat, hogy akinek semmilyen nincs, az annyit is ér, hogy a legszegényebbektől akar még elvenni. Szóval ez, nem tudom, miért kell ilyen apróságokba is megjeleníteni egy rossz társadalomellenes filozófiát, világképet, amit a Fidesz képvisel, hogy a személyi jövedelemadóba ott hagy 500 milliárdot a leggazdagabbaknál, itt meg még a vágó dohánynak a árát is több mint negyedével megnöveli. Úgyhogy nagyon-nagyon elhibázott ez az egész. Úgyhogy mindezek alapján én most majd a hozzászólásomban elmondom a részletes véleményt, de azon túl, hogy bizonyos adminisztrációs terheket mentesít, például a havi standolás alól, ott mindenki tudja, hogy valamire való kocsmáros az naponta lestandolja a saját készletét, meg különben az alkalmazottak szétlopnák, de ők most a havi standolást is hivatalosan eltörlik, mert hát miért ne egyszerűsödjön a drága jó vendéglősöknek a élete, támogassuk a hazai ipart, meg a vendéglősöket, egyetértek, de ami egyik oldalon behajtanak, az lehet, hogy a másik oldalon elmegy. Végül is etanol mind a kettő, az egyik ipari, a másik humán fogyasztás, egyiket adóztatja, a másikon egy kicsit elenged. Ezzel együtt én azt hiszem, hogy összességében ez noha adminisztratív terheket csökkent, igazából a pénzbehajtást célozza, tehát nem támogatjuk. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen, képviselő úr. Most a mezőgazdasági bizottság véleményének ismertetésére kerül sor, ezért megadom a szót Obrecán Ferenc képviselő úrnak. Parancsoljon, képviselő úr. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt elnök úr, tisztelt államtitkár úr, tisztelt országgyűlés. Az Országgyűlés Mezőgazdasági Bizottsága 2011. június 8-i ülésén megvitatta az egységes gazdasági tárgyú törvények módosításáról szóló TPL 3414-es számú törvényjavaslatot és a házszabály 95. paragrafus 2-es bekezdésében foglaltak alapján általános vitára alkalmasnak találta. A TPR 3414-es számú törvényjavaslat gazdasági tárgyú témakörben tesz javaslatot 7 törvény módosítására. Ezek a következők: a regisztrációhoz adó, jövedéki adó, az illetékről szóló, a számvitelről szóló törvény, a könyvvizsgálói törvény, hitelintézeti törvény, a befektetési vállalkozásokról szóló törvény. Ezekből néhányat szeretnék kiemelni, ez például a regisztrációs adó. A regisztráció adó módosításának célja a piaci folyamatok követése a regisztrációs adó kiszámításához. Szükséges avultsági tábla megállapításának az a lényege, hogy az avultatási táblán a jelenlegihez képest 20 éves idő 15 évre rövidül, illetve az avultatási értékvesztési százalékok emelkednek. Ennek eredményeképpen az avultatás a negyedik év végére eléri a jármű értékének az 50%-át, ez pedig a 15. év végére a 90%-ot éri el. Ez csökkenti a használt autók regisztrációs összegét, ami némi forgalom bővüléssel jár. Jövedéki adó módosítása egyrészt az üzemanyagok jövedéki adóztatására, másrészt a dohánytermékek jövedéki adó termékek fokozatos lépcsős emelésére vonatkozik. A törvényjavaslata az E85-ös üzemanyag
indokolatlan árelőnyét kívánja megszüntetni, ugyanis a rosszabb hatásfok ellenére árelőnyt élvez a benzinnel szemben. Ezért a javaslat szerint